Szorgos önkéntesek csiszolták a Dunaszentgyörgyi Általános Iskola és a mellette található óvoda kerítését október 9-én délelőtt. A kezdeményezés nem új keletű. A Rosszatom, a Paks 2 ZRT és a Paksi Atomerőmű ZRT által szervezett önkéntes munkaakció sorozat már nyáron Kalocsán megkezdődött. Dunaszentgyörgyre is eljutott az akció híre, a polgármester Kirnyákné Balogh Mária kereste fel a Rosszatom képviselőit azzal. A községben tavaly elkezdődött egy környezetszépítési munka, amelyhez szívesen várnának segítséget. Dunaszentgyörgyi önkéntesek is beálltak a sorba. Volt már több ilyen megmozdulás a településen, és ők elég lelkesen helyt szoktak állni. Takarításnál akár, és úgy gondoltam, hogy ezért őket keresem meg, mert bármikor olyan megmozdulás van, ők tényleg jönnek. Az egyik csapat az építkezésben van jelen, a másik pedig víz és gáz szerelésbe. Akadtak dunaszentgyörgyiek, akik az atomerőművesek csapatát is erősítették. Az erőműben dolgozom, és az interneten láttam a kiírást, és adta magát a dolog, hiszen dunaszentgyörgyi vagyok születésem óta. A gyerekeim is ide járnak az iskolába, óvodába. A közös munka az együttműködést erősíti a Rosszatom, az atomerőmű, valamint a település tagjai között. Együtt dolgoznak az orosz kollégák és a helyi önkéntesek. Nagyon jó kapcsolat alakult ki rögtön az elejétől. Nyelvi nehézségek nincsenek, hiszen részben már az orosz kollégák is egy kicsit beszélnek magyarul. Ha pedig szükséges, akkor rásegítünk a kommunikációra. A nyelvi nehézségek áthidalásának bizonyítéka volt az óvoda kerítését festő Angelika, a Rosszatom munkatársa, aki 2,5 éve él Pakson. Először vett részt hasonló megmozduláson, amit jó kezdeményezésnek tartott. Összehozza az embereket, a kollégák össze vannak zárva ugye az irodában, napi szinten munkatémákban vannak igazából együtt. Itt meg szabadon tudunk beszélgetni, és olyan kollégákkal is megnyílunk egymás felé, akikkel az irodában nincs alkalmunk beszélgetni. A kerítéssel kapcsolatos önkéntes munka október 16-án folytatódik, de a szervezők a későbbiekben is szeretnének jelen lenni azokon a településeken, amelyekben a közösség építéshez munkájukkal hozzájárulhatnak, illetve rászorulóknak segíthetnek.